szeretettel köszöntelek benneteket a csatornámon. Ma egy spontán kirakással mit érez, mit gondol a lélektársad ma, és mi a meglehető következő lépése? Mielőtt persze a kártyát keverni fogom, megkérlek, hogy hunyd be a szemed, és élvezd a hegyi kristály hangtár rezgését, és még én a kártyát keverem, küldd el gondolatban azt, amit tudni szeretnél. Mit gondol, ha rád gondol, mit gondol, ha rád gondol, mit gondol, ha rád gondol a lélektársad? Mit gondol, ha rád gondol a lélektársad? Mit gondol, ha rád gondol? Mi a következő lépése? Mi a következő lépése? Hát azt látom, hogy itt még valahogy blokkolva van, úgy, ahogy látom, itt valami blokk, szóval, hogy nem döntötte még el valójában tényleg, hogy mit akar. Gondolatban úgy látom tényleg, hogy nagyon ideges, itt van tényleg valami nagyon ideges, és szeretném megtalálni a nyitját, hogy hogy is tudja ezeket a nehézségeket irányodba átlépni. Szóval ez nagyon foglalkoztatja, valamint azt látom tényleg a szívében, hogy téged nagyon szeret, ez egy régi szerelem, ez egy karmikus szerelem, és itt van tényleg ezek a mély lelki érzések, itt vannak a szívében, mint ahogy látjuk. És hogy fog ez tovább alakodni? Hát úgy látom, hogy még ez elég titokba tartja. Szóval ezt még nem mondja ki valójában, hogy mit érez irántad, és ennek még tényleg idő kell. Nem tudok sajnos mást mondani nektek, de pozitív. Szóval pozitív irányba fog ez az egész fejlődni közöttetek. De az a lényeg tényleg, hogy ezt, amit érez, hogy ezt megengedje, mert minél jobban valamit érez, annál jobban tud ezt majd fejlődni. A gondolatok ezek blokkolják, zavarják, hogyha túl sokat gondolkodunk. Nézzük meg, hogy milyen angyal kíséri a mai napon. A mai napon tényleg az inspiráció angyala kíséri, hogy meríts kreatív energiát, és hagyjad, hogy a gondolatait, az ötleteid a mélyből, a lelkedből feljöjjenek, és hagyjad, hogy a te angyalod téged inspiráljon új dolgokra, hogy teremts meg magadnak, és hogy tovább fejlődjél. Ezt jelenti ez a kártya, vagy ez az angyal kísérés. Nézzük meg, még egy új kártyát hoztam, az életvirágát, és egyet kérünk még neki, mi az üzenet a lélektársadnak a mai napra. Kettő jött ki, méghozzá csokoládé jött ki, az élvezés. Én élvezem az életet mindenestől, és meghívok mindenkit erre az Ich genieße mein Leben mit allen Sinnen. Szóval én élvezem az életemet teljesen. És meghívok mindenkit a világon, hogy ugyanezt tegyétek. Hogy csokizzatok. Valamint az jött még, hogy a nyugalom, hogy én az életemet nyugalommal ellazulva élem, és teljes odaadással. Egy nagyon kedves, gyengéd energia, ami engem átjár, és ez hagyja, hogy a világ egészen gyengéd legyen. Hozzunk neki még egy ilyen szívkártyát, ez is most egy kicsit másmilyen, de remélem tetszik nektek. A kulcs a tündérekhez. Ilyen kártya esik neki ki. Az, hogy az eszenc, az eszencia, az, ami a legfontosabb, az eszenc. Nektek is van persze lelki eszenc, ami titeket összeköt, azt jelenti ez a kártya. Most neked is húzunk egy kártyát, milyen angyal kísér tégedet?
Az szeretet, Selbstvertrauen, hogy higgyél magadban, ismerd fel, hogy mennyire értékes és mennyire különös vagy, és tanuld meg magad napról napra jobban értékelni, és legyél tudatába annak, hogy mennyire különleges vagy. És az angyal ad neked nagyon sok önbizalmat, higgyél benne és magadba. Ez az üzenet, valamint van egy gondolat a mai napra, és húzunk egy gondolatot neked a mai napra. Neked az üzenet, hogy ne, én jól érzem magamat, hogy jól érezed magadat, hogyha arra gondolsz mindig, hogy a másik jobban van, vagy a másiknak jobb, mint neked, akkor, hogy te neked, hát te nem vagy olyan szerencsés, és nincs annyi szerencséd, akkor a te szellemed téged bezár, szóval a szobába, és legyél tudatába annak, és figyeld meg, hogy mit nem engedsz meg magadnak, vagy nézd meg magadat a szobába. Na, bocsánat, újra fordítsuk, hogy úgy viselkedj a szellemeddel, ha így gondolkodsz, mint a te szobafaladdal. Hogy legyél figyelmes, figyelő, megfigyelő, aki nem engedi meg, hogy ottan képek lógjanak, amik neked nem tetszenek. Szóval távolítsd el minden terhelő, bezárkódó gondolatodat, és gyűjtsd össze az áldással teli gyógyító, inspiráló gondolatokat. Hogy rakd össze a gondolatodat a problémától, és ez a legjobb, amit te az egészségedért megtehetsz. Ez az üzenet neked, remélem tetszett, ha tetszett, lájkoljatok, kommentoljatok, és legközelebb szintén velem tartsatok. Nagyon sok szeretettel búcsúzok tőletek, sziasztok, Valéria!